Jó napot kívánok! Kovács József vagyok, a Kilkószabad Egyetem vezetője. Menjünk tovább a csakrákban. Most a harmadik csakráról lesz szó. Megint felrajzolom a csodálatos szép ábrámat, amiből rögtön látszik, hogy nem vagyok nagy művész. Így, ez az emberke. Az első csakráról már volt szó. Ez az első. A második csakráról is már volt szó, ez a második. És most lesz szó a harmadik csakráról. Már egyszer mondtam, de szívesen megismétlem még egyszer, hogy nem szeretem ezeket a szanszkrit kifejezéseket elvégre, mi nem szanszkritok vagyunk, hanem magyarok, de ettől függetlenül tisztelem és becsülöm azokat, akik ezt szeretik használni. Hát használják nyugodtan, de itt a Kirkóban erre nincsen szó. Erről nincsen szó. Mi inkább a csakrák gyakorlati felhasználására megyünk rá, mint sem a különféle elméleti dolgokról, amikből nagyon sok van. Kiterjedt irodalom van a csakrákról keleten. Természetesen nagyon jó irodalom, de hát sok minden csak elméletben létezik. Mi viszont itt a Kirkóban, mint arról már volt szó, inkább a gyakorlati parapszichológiát műveljük. De hát itt van a harmadik csakra. A harmadik csakránk a munkacsakra, így mondjuk, mert attól függ, a harmadik csakrától függ, hogy hogyan tudunk dolgozni. Ha sok benne az energia, akkor rengeteg energiánk van a munkára, sokat tudunk dolgozni, hogyha kevés benne az energia, akkor bizony gyakran elfáradunk, inkább pihenni szeretnénk, nem dolgozni. A harmadik csakránktól függ az is, hogy hogyan tudunk hatni az emberekre, hogyan tudjuk irányítani az embereket, vagy tudjuk-e egyáltalán irányítani az embereket. Például, ha te vezetőivé szeretnél válni, vagy te főnökké szeretnél válni, akkor bizony szükséged lesz egy erős harmadik csakrára. Másképp nem megy, hiszen még akár csak egy egyszerű tárgyalásnál is, ha valakivel tárgyalásokat folytatunk, a manipura csakránk nagyon fontos szerepet játszik. A tárgyalásokon általában az tud úgymond győzni, úgymond lejjebb nyomni a másikat, vagy más szavakkal azt tudja a saját igazát jobban átverekedni egy komoly tárgyaláson, akinek erősebb a manipura csakrája. Vagy ha el akarsz csábítani egy lányt, vagy ha el akarsz csábítani egy fiút, mert nő vagy, akkor megint csak jó, ha erős a manipula csakrád, mert akkor megint erősen tudsz hatni rá. És ha te csakrád erősebb, mint az övé, akkor te számíthatsz sikerre. Ugye a találkozásainknál, az emberekkel való találkozásainknál egy 20-30%-ban rögtön az elején dől el, sőt, inkább azt mondanám, hogy 80%-ban az elején dől el, az első 10-20-30 másodpercben, hogy az illető hogyan fog hozzád viszonyulni. Ha az illető érzi, hogy a te harmadik csakrád gyenge, akkor rögtön úgy fog hozzád viszonyulni, ne adj Isten lenézően, vagy ne adj Isten elnézően, de semmiképpen sem egyenrangú partnerként, vagy semmiképpen sem úgy, hogy valamiképpen tiszteljen, vagy valamiképpen felnézen rád. Persze tudjuk azt már Szokrátész óta, hogy kevés az az ember, aki más embereket tud tisztelni, de ez megint nem baj, hisz akinek arra van szüksége, az talál olyan embereket. Akinek arra nincs szüksége, az nem talál embereket. Erről világosan beszél a karmatana, majd később természetesen a karmatanára is szó lesz, hiszen egy nagyon divatos tanítás, nagyon jó, mint sok más egyéb tanítás is. Tehát a harmadik csakránknak minden egyes élethelyzetünkben nagy a szerepe, hiszen a döntő képességünket befolyásolja. Nem mindegy, hogy tudok-e dönteni bizonyos szituációkban, vagy nyámnyíla vagyok, mert piszi, hogy ez a csakrám, és akkor nem tudok dönteni. Akkor másokra bízom a döntést. Erre azért eléggé gyakran ráfázunk, ha másokra bízzuk a döntést. De bármilyen életszférát is nézzük, a munkát, a családi szférát, otthon, a gyerekekkel, a szülőkkel,
Mindenképpen jó, ha az embernek van egy erős harmadik csakrája. Mit is lehet tenni, hogy megerősítsük? Erről még lesz később szó. Egyébként is a Kirkóban sok ilyen meditációt ismerünk, amely a csakrákat erősíti, sok ilyen gyakorlatot ismerünk, nem egyet, ami ezt a csakrát erősíti, meg az összes többi mást is. Tehát a gyomorcsakra fizikai szinten a gyomor és bélrendszerünkhöz kapcsol bennünket, jobban mondva a gyomor és bélrendszerünket látja el energiával és információval. Hogyha túl erősen működik, akkor túl gyors az emésztésünk. Ugye ez sem jó, mert akkor megemésztetlenül haladnak át rajtunk a megevett termékek, és az nem egy egészséges dolog. Nem tudjuk 100%-osan kivonni belőlük azt a kevés tápanyagot, ami még a mai világban esetleg valamelyik termékben ott van, rengeteg vegyi anyagon meg mérgen kívül, amiket megeszünk és megiszunk. De erről is majd lesz szó, hiszen az egészségről is majd beszélek külön. Ha túl gyengén működik a harmadik csakránk, akkor bizony lassú az emésztésünk, szorulási problémáink lehetnek, ami ma már betegségszámba megy, hiszen nagyon sok embernek van. Hogyha erősen működik az ember a harmadik csakrája, akkor az ember tetrekész, állandóan szeretne valamit csinálni, hatalmas energiával rohan ide-oda, az más kérdés, hogy milyen eredménye. De van energiája rá, hogy rohangásszon. A harmadik csakránk az ego csakrája, ezért akinek nagy ez a csakrája, szép nagy, annak az egója is ugyanilyen szép nagy. Azért az ilyen emberekkel legyünk óvatosak, mert ők azt szeretik, ha a világban mindig az történik, amit ők akarnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, ha tetszett, lájkoljanak és iratkozzanak fel. Viszontlátásra!